Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és tudunk így beszélgetni. Én a videói kapcsán ismertem meg Önt, ahogy nézegettem az interneten, illetve hát engem mindig is érdekelt így a viselkedés, az illem és ennek velejárói. És amikor a Kadarkai Endre videót láttam, akkor én már fölírtam a listára, hogy amikor elindul a kis beszélgetés, akkor megkeresem Önt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy... Hát én köszönöm a figyelmét. Itt van. Honnan jött ez, hogy pont a protokollal szeretne foglalkozni? Hát véletlenül, hát ilyen szakma, ugye pláne amikor még én kezdtem az életemet, nem nagyon volt, úgyhogy én annak idején Külker főiskolát végeztem, lett orosz angol felsőfokom, és aztán abban a területen kezdtem el dolgozni, aztán később más területeken elég sok felé dolgoztam, mert én nekem a meggyőződésem az, hogy nem szabad egy helyen csak azért megülni, hogy úristen, mit szólnak, hanem meg kell keresni azt a munkát, ami örömet okoz. És én erről a szakmáról nem is nagyon tudtam, egészen 86-ig, amikor a Külkereskedelmi Minisztériumban találkoztam a protokollosztályosokkal, és az egyik kollega onnan átment a miniszterelnök hivatalhoz, és mondta, hogy nem volna kedvem nekem is átmenni oda. De mondom volna, úgyhogy mert azt a munkát, amit ott csináltam, nem szerettem. Úgyhogy én 87. január 1-én léptem oda be, de tulajdonképpen ez nem a viselkedés kultúra, hanem ez maga a protokoll, tehát programszervezés, ceremóniák, ilyesmi volt, és azt nagyon-nagyon megszerettem, és hát több mint 12 évig csináltam. És mennyire tudta belevinni így az emberi egyéniségét a munkába, vagy mennyire volt megkötve a nemzetközi sztenderdek alapján a protokoll tevékenysége? Hát a protokoll az nagyon kötött. Annak az a lényege, hogy azt mindent egyformán kell csinálni, akár Rawalpindibe, akár Reykjavikba, akár Budapesten, mert ha valami nem úgy történik, valami eltérés van, annak is jelentése van, tehát az megbántja a másik felet, vagy ilyesmi. Az egyéniségem meg azért volt ehhez nagyon jó, mert én szeretem az embereket. Tehát amikor megérkezett Ferihegyre mondjuk az a nagy ember, és én rámosolyogtam, hogy milyen útja volt, járt már Magyarországon, és emberként fogadtam őt, akkor úgy kinyit, hogy jaj, végre nem kell olyan nagyon formálisan beszélgetni, és utána már partner volt abban, hogy bármi, hova menjünk, mit csináljunk, tehát nem kötözködött. Úgyhogy én szerettem, meg hát a saját vezetőimmel itthon is azért ezzel a pozitív hozzáállással jobban el tudtam érni azt, hogy nekik mit kell jól csinálniuk. Akkor, ha jól értem, akkor a minisztériumba sajátította el ennek a fortéjait. Ez a miniszterelnöki hivatal volt, és ott a protokollt, azt tanultam meg, hát honnan tudtam volna máshonnan. Ma már ezt tanítják, van protokollügyintézői képzés, tehát létezik protokollos képzés, akkor még nem volt. A viselkedés kultúra az meg úgy rám ragadt, tehát azért az én korosztályomat azért még a szülei megnevelték, meg iskolába is másképpen foglalkoztak velünk. Nem azt mondták, hogy hogy kell csinálni, hanem a tanárokon láttuk, hogy hogy kell csinálni. Tehát onnan rám ragadt, és mindig is érdekelt a különböző kultúrák, törzsek, hogy hogy csinálják. Végül is ez úgy aztán úgy a protokollal párosulva, hát most a kezembe kegyelet adott végül is. Akkor egyben hobbiát is megtalálta, gondolom így a munkaterén. És én mindenkit arra biztatok, hogy keresse meg azt a munkát, amit szeret csinálni. Mert a fél életünk az azzal telik. És ha az ember, jaj, be kell menni, jaj, már megint ez, jaj, magad, az sima gyomorsekély. Úgyhogy igyekezni kell örömmel élni az életünket, mert csak egyszer éljük le, ezt nem lehet megismételni. Ez így van, ezt maximálisan aláírom. És mi volt az a legmeghatározó pillanat a pályafutása során, amire úgy szívesen emlékszik vissza, vagy egy olyan mérföldkőnek tekinthető? Hát az, hogy szívesen, azt nem tudom, de hogy a mérföldkő az 1999. március 12-én történt, amikor szabadságon voltam, és a személyzet is fölhívott, hogy nem kell többet bemennem dolgozni, elküldtek a miniszterelnök hivataltól 12 év után, és az egy borzasztó mélypont volt az éjszaka, hát azt senkinek nem kívánom, hát pláne, hogy átsírtam az éjszakát, úristen, mi lesz, mert nem volt előszele. És hát ugye elküldtek, és ott álltam, hogy elmúltam 50 éves, elküldtek a számos, akkora már a másik két nyelvből is megvolt a nyelvvizsgám, két diploma, hogy mit kezdjek az életemmel. És hát ilyenkor egy férfi tudja, mit csinál, hogy adj időt, összeszedem magam, a nő meg ugye mozduljunk, mert éhen halunk.
És én elkezdtem járni állásinterjúkra különböző fegyvadászcégekhez, de közben hívtak előadásokat tartani. És az előadások tartására én rájöttem, hogy ezt én nagyon szeretem csinálni. Tehát a nagy váltás az az volt, hogy egy nagyon mély pontról egy szuper elfoglaltságom, szuper munkám tudott lenni, annélkül, hogy én ezt különösebben kigondoltam volna. És az előadások tartása, a könyvek írása, tehát ez mind egy rossz váltásból egy nagyon jó lett végül is. És mennyi idő alatt tudta ezt lezárni önben, hogy ugye elbocsájtották, és utána egy új élet kezdődik, hiszen ehhez biztos kellett valamennyi idő, hogy ezt feldolgozza. Én nem vagyok egy ilyen nagyon rágódós típus, tehát én az egy pénteki napra esett, és én már kedden már önéletrajzaimat küldtem, szóval már kedden már léptem. Volt 2-3 nehéz napom, de utána gyorsan kell lépni, mert minél inkább belefeledkezik valaki, minél inkább, hogy jaj, mi lett, minél inkább sajnálja magát, annál későbben kezd el megoldódni a dolog. Tehát azonnal mozdulni kell. Nem szabad adni magamnak időt, hogy majd földolgozzam, hanem muszáj mozdulni. És azzal, hogy én mozdultam, és soha nem felejtem el, egyik fejvadász céghez mentem, és nagyon korán, az Andrássy útról nyílt egy kis utcában, és korán értem, és emlékszem, hogy kijöttem a föld alattiból, és úgy leültem ott arra a középső sétaúton egy padra. És hogy ültem, hogy édes Istenem, 10:30 van, mindenki dolgozik, én meg csak itt ülök a padon, nézem a zöld fákat, hogy milyen jó életem is van. Tehát meg kell találni mindenben azt az egészen picike jót, ami adódik, mert különben az egész napunk tönkre megy. Amikor elkezdődött így az előadás sorozata, vagy elkezdték hívni, előadni, akkor mit vett észre a közönségen, hogy milyen a fogadtatás, hogy ez mennyire jött le így az első alkalmak során? Nekem borzasztó szerencsém van, hogy nekem az alapstípusom az inkább vidám. Tehát én a humorosan vettem a dolgokat, humorra építem az előadásomat. Öniróniával, és hát sem soha senkit meg nem bántva, és az emberek erre borzasztóan ráharaptak. Mert az emberek már figyelnek komoly szövegbe, úgy belebóbiskolnak. Tehát nem nagyon tudnak már figyelni egy összetett komoly szövegre, és a humor meg fölrángatja őket. Tehát amikor éreztem, hogy esetleg egy picikét most már túl komoly voltam, akkor valamit megint egy vicceset hoztam, és ez a humor tartja fönn a szintet. És a nagy nevetések közben azért igyekszem belég az emberekbe csöpögtetni egy kis tanulnivalót is. Persze, ha senki nem várhatja, hogy egy 100-at elmondok, abból 100 megmarad bárkibe is, jó, ha 20-30 megmarad. De azzal, hogy humorosan mondom el, én szerintem ez volt a nyerő stílus, annak ellenére, hogy ezt nem kigondoltam, hanem csak úgy magamból adtam. Szerintem pont ez a fajta mentalitás hiányzik a mai közoktatásból is, hogy ugye sokkal jobban így át lehet adni a tartalmat, a tudást a lurkóknak, és szerintem ezt be kéne vinni iskolai tantervbe is, hiszen azért a mai digitális világból egyre inkább hiányzik a viselkedés, a protokoll, az, hogy adjuk meg a tiszteletet egymásnak, és hogy hogyan bánjunk az emberekkel. Teljesen igaza van, és ez nagyon-nagyon sokan fölvetik, hogy ez hol lehet ezt a gyerekekbe belepántálni. De én azt mondom, hogy mindig a szülői az első, szóval, hogy a szülő nem tanítja meg arra, hogy köszönj gyerekem, ha belépsz, az iskolában utána már nagyon nehéz velük bármit is csinálni. Meg a másik, szoktak hívni engem pedagógusok, meg sokszor hát diákokhoz is megyek, de pedagógusokkal beszélgettem, hogy nagyon nehéz nekik a dolguk, mert nincsen semmifajta fegyelmezési eszközük. Ma már egy erősebb, hangosabban szól rá a gyerekre, az már lelki terror. Tehát annyira átestünk a ló másik oldalára, hogy borzasztóan nehéz. És egy fiatal tanárházaspár jött oda hozzám egyszer egy előadásom után, hogy mind a ketten tanárok, és hogy áruljam már el, hogy lehet a gyerekeket megfogni, mert belépnek a tanterembe, és azok tovább játszanak, meg kiabálnak a gyerekek, hogy nincs fegyelem, nincs tisztelet a tanár iránt. És mondtam, hogy mivel annyira eszköztelenekké váltak, egyetlen egy módszer maradt, hogy érzelmileg zsarolják meg a gyereket. Tehát, hogyha a gyerek őt megszereti, akkor már tiszteli és jobban odafigyel rá. És az, hogy megszeresse a gyerek, az meg szerintem a lelkén keresztül kéne valahogy megfogni. És ha már ez megvan, utána már sokat jobban elfogadja a tanártól azt, hogy ülj szépen, miért kell szépen ülne, miért kell köszönni, tehát jobban át tudja neki adni ezeket az emberi kommunikációs formákat.
Van egy film, nem tudom, ad látta-e, az a címe, hogy Saját szavak. Egy fiatal tanárnőt betesznek egy gettó iskolába Amerikában, és hát azzal az osztálya tulajdonképpen senki nem tud mit kezdeni. És amikor történelmet oktatja a hölgy, egy fiatal 20 éves tanárnő, akkor elhatározza, hogy nem könyvből fogja tanítani, hanem úgymond holokauszt túlélőket fog meghívni, és ők fogják elmesélni a történetüket, és az egész filmnek a vége pont ez, hogy megszeretik a tanárnőt, azokat az élményeket, amit ő ad nekik, és utána már a tanulók kérik, hogy a tanárnőt véglegesítsék az iskolába. Tehát ez maximálisan így van, hogy embertől függ, hogy kit mennyire tudunk megszeretni, vagy elfogadni, vagy mindkettőt együtt. De teljesen igaza van, és ez a példa is nagyon jól mutatja azt, hogyha a tanár fölfogja észre azt, hogy neki ez nem egy munkája, hogy megy aztán, mint a favágás, hanem megpróbálja a gyerekek lelkét megtalálni, valahol a lelkéhez odaférni, akkor a gyerek végtelenül hálás is lesz érte, mert sajnos ma már a gyerekek sem kötődnek semmihez. Ugye mennek, vagy videót néz, vagy haverokkal verekszik, vagy mit tudom én, berúg, vagy kábítózik, tehát nincsen semmi érzelmi függősége az életében. És ha egy tanár ezt megérzi, hogy egy gyereknek erre van igénye, és megtalálja azt a kis kulcsot, akkor azt mondom, hogy ő valóban egy nevelő ember, egy tanító ember. Nekem két ilyen tanárom volt az iskolában. Az egyik az elsős tanárnőm, aki fantasztikus ember volt. Én magántanuló voltam végig az állapotomból adódóan, és ő elvitt vadasparkba, voltunk a Budakeszi vadasparkba, és nagyon jól tudott bánni velem. A másik pedig itt volt már a gimnáziumban, Pilis Csabán, ahol lakom, ott pedig a fizika tanárnőm volt, egy tündéri lélek. Őt hallottuk az iskola egyik végéből száguld a másikba, mert mindig két hátizsák volt a hátán, és szaladt, mint az őrült. És egyszer volt a fizika tanórán, hogy a tehetetlenséget és a gravitációt szemléltette. Egy kicsit termetesebb hölgy volt, fölállt az asztalra, és a 2 kilós kulcscsomóját leejtette a földre, úgy, ahogy volt. És az egész iskola összeszaladt, hogy mi robbant föl az iskolába, mert de számomra ezek olyan meghatározó élmények, hogy tényleg nem elmondta, hanem megmutatta és prezentálta a dolgokat. És ezzel sokkal többet lehet tanulni. Igen, és egyébként hát az én életemben is, hát ugye még az, amikor én még középiskolás voltam, 60-as évek első fele, akkor azért, akkor valahogy a tanárokat jobban tiszteltük, mert valahogy az egész életünk egy fegyelmezettebb mederben zajlott, és nekem a mai napig is cseng az osztályfőnöknöm, Erzsi néni, vagy a fizika tanárunk, vagy a matematika tanárnők szavai, a viselkedése. Nem mondták azt, hogy viselkedjünk jól, hanem ők sugallták azt, hogy ahogy ők viselkednek, nekünk is úgy kell. És én szerintem egy középiskolai 4 év az mindenkinek az életében meghatározó, mert akkor abban a korosztályban, tehát 10 éves korban a gyerek, amit akkor érzelmileg fölvesz magára, azt nagyon sokáig irányelvként fogja használni az életében, meggyőződésem. És viszi tovább a saját családjára, Hát jó a esetben, igen. gyerekére, jó esetben remélhetőleg viszi tovább a párjával. Mi az ön szakmán kívüli hobbija, vagy mivel szeret így foglalkozni? Hát tudja, én őszintén megmondom, hogy én nagyon örülök annak, hogy én már ilyen öreg vagyok, ugyanis nyugdíjas vagyok, tehát én nekem már különösebben úgy feladatom nincsen, erről, és azért tudok nagyon boldogan itthon ellenni, mert tudom, hogy holnap vagy holnap után lesz előadásom, tehát lesz megint elfoglaltságom. Úgyhogy én nekem a itthon élés nagyon-nagyon kedves, egy pici kis kétszoba étkezős lakásban lakom itt Kőbányán, imádom, nagyon szeretem, és nagyon szeretek főzni, mert hetente kétszer legalább főzök, van, amikor háromszor is. Nagyon szeretek olvasni, nagyon fantasztikus jó könyveket tudok mostanában már megszerezni, és tényleg örülök neki. Tévézgetek, és képzelj el, hogy kötök, csak nem tudok, csak kötök, de azért ugye elfoglalja a kezem, és akkor azzal is, hogy közben megy a híradó, ez az amaz. Úgyhogy reggelenként eljárok gyalogolni, azt is szenvedélyesen szeretem, mert jó levegő, madárcsicsergés itt a környéken megvan. Úgyhogy én őszintén megmondom, az életem, ez az egész életem egy nagy hobbi, mert olyan bármit csinálok, abból nekem örömöm.
Nagyon kevés szerintem manapság az olyan ember, mint ön, hogy szeretettel és élvezettel áll az élethez. Hiszen mindenkit ugye a munka hajt, a stressz, az izgalom, a nyűg, a terhek, és mire eljut egy nyugdíjas korba, már igazából azt nem is tudja élvezni, mert egészségileg is rámennek az emberek szerintem erre a mai rohanásba. Tudja, Gergely, ez úgy van, hogy persze, hogy az én életemben is volt rengeteg stressz, meg rohanás, meg minden, meg ugye állást megszűnt, stb. Tehát mindenkinek vannak mélypontjai. Csak az emberek azt nem értik meg, hogy meg kell találni a félig tele, meg a félig üres pohár. Hogy nem szabad csak rohanni és csak hajtani, hanem szándékosan és agyilag eldönteni, hogy igenis, most pedig 2 napot elmegyek egy wellnessbe például. Tehát valamit csinálni, ami kizökkenti ebből, és nagyon sok ember ez az állandó stresszel és rohanással és a pénzfajhászással elfelejti azt, hogy amit a pénzt összeharácsol, azt el is kéne valahol költeni. Tehát jó, hát nyilván, hogy nem mindenki teheti ezt meg, de az állandó rohanás és feszültség az embereket beteggé is teszi. Biztos, hogy, és higgyel nekem, hogy ez nem attól függ, hogy mennyi pénz van, mert egy nagyon aranyos barátnőm volt itt a környéken, sajnos már meghalt, egy kerekesszékes barátnőm volt, a Babi. És annyira, sajnos annyira lebénult már, hogy csak az ujjait tudta kicsit mozgatni, de agyilag tökéletes volt, de mivel nem tudta például már kifesteni a szemét, kitetováltatta, mert hogy nézzem már ki valahogy. Meg bohókás szemüvegkereteket hordott. Eljárt padödő koncertre, megrendelte a BKV-s kis mikrobuszt, ami ugye a kerekesszéket el tudja vinni, és ő padödő koncertre elment, tehát élni akart, pedig minimális nyugdíjba volt, és tényleg szinte tehetetlen volt, tehát ki volt szolgáltatva, hogy a angyalkák jártak reggel meg este hozzá, de nem hagyta el magát, hanem szeretett élni. Tehát mindenkinek meg kell találni azt, hogy szeressen élni, mert biztos, hogy van. Ha meg valami nagyon rossz, akkor gyorsan tovább kell lépni, mert nem szabad belefeledkezni, mert nem jön vissza. Én már érzem az én magam X évével, ugye 71 néhány évével, hogy nem jönnek vissza az évek. Tehát azt a napot kell úgy megélni, hogy abban nekem este legyen egy olyan, hogy hát az például milyen jó volt. Tehát nem az egész nap nem lehet mindenkinek mindig jó. De legyen valami benne, ami jó. Én is, amikor ugye megszülettem, 2 hétre rá derült ki a bőrbetegségem, és én annó építész szerettem volna lenni, de hát az ugye nem jött össze, és akkor utána informatikával kezdtem el foglalkozni, és nálam sose volt olyan, hogy unatkozzak, tehát az mindig találok magamnak valami feladatot, és aztán jött az, hogy így a videózással, amit itthonról is lehet csinálni, foglalkozzak, és megmondom őszintén, hogy ebbe a kreativitás is kiélhető, és ahogy ön is megtalálja az emberben a lehetőségeket, és azokat az örömeket, amik vannak így körülöttünk. És ha már említette a kerekesszékes hölgyet, én 2012 óta egy fogyatékossággal élő lányoknak és fiúknak lehetőséget adó kis kezdeményezést vezetek, és számos divat bemutatót vittünk már véghez, és pont ez az, amit ön is mondott, hogy élni akarunk, meg akarjuk mutatni, hogy mindannyian szépek és csinosak tudunk lenni attól függetlenül, hogy milyen állapottal éljük a mindennapjainkat. Igen, ezt láttam a tévében, és mutatták ezt a divatbemutatót, úgyhogy imádtam. Tehát igenis meg kell tanulni, hogy van ez a, nem tudom sajnos a nevét, mert ez az én hibám, hogy elfelejtettem, ez az úszónőnk. Ő is úgy beszél, hogy ő imád úszni, és hogy nincs lába. A Illés Fannira tetszik. Igen, és akkor ilyenkor jut az ember, hogy az egy csomó ember, akinek megvan a kezelába, egészséges, családja van, mégis állandóan nyavajog, meg szomorú, akkor azt mondom, hogy hát ember, hát térjél már észre, hát örülj annak, hogy luk van a fenekedem, már bocsánat a kifejezés. Igen. Igen. Ez a nyavajgásos, panaszkodós világot, ezt én nagyon nem bírom. Hát de sajnos ez megy a közmédiába, a kereskedelmi csatornákon, mindenhol, hogy most hány baleset történt, kit ütöttek-e, kit raboltak ki, tehát nagyon pozitív hatás nem is éri az embert, hogyha
Csak a tévéből, rádióból Hát tájékozódni. nem szabad csak arra hagyatkozni. Például a buszon például egy idős, mondom én, hogy egy idős hölgy mellé ültem le, és úgy látszott rajta, hogy úgy nagyon szenved. Úgy nem olyan az a, ja, és erre mondom neki, hogy mit szól, milyen gyorsan jött ez a busz, pedig azt hittem, hogy várni kell, vagy 10 percet. Rám néz, és utána láttam, hogy úgy kivirul, hogy végre lehet beszélgetni. Vagy ma például Igen. az oltásnál is, ugye ott az emberek hát várják az oltást, meg minden, és akkor ott az oltás után ott várni kell, amíg ugye, hogy nem leszek rossz, és akkor a katona jött osztogatni a kártyákat, hogy aki most már végzett, az már hazamehet. Görög Ibolya, oda megyek, azt mondja, nincsen semmi panasza. Mondom, jól vagyok, de nem kaptam nyalókát. És erre láttam a szemén, hogy úgy megdöbbent, és szerintem egy jó napot szereztem neki. Na mondom, akkor megpróbálom máshol is. És jöttem ki, és ott álltak az utcán az emberek sorban, és egy idős házaspár állt az elején mindjárt, és oda mentem az idős házaspár, az a férfinek mondom, hogy legyen erős, nincs nyalóka. Azt mondja, ne őrjítsen meg. Na, biztos, hogy ezek az emberek, akikhez én ma így szóltam, ezek már úgy zárják a napukat, hogy mégis volt valami jó. Tehát kölcsönösség, nem lehet ezt a fáról leakasztani, ezt adni és kapni kell. Igen, csak ugye az emberek nem ilyenek nagy átlagban, hogyha megnézzük, mert ma már a legtöbb embernek az okostelefon ott van a kezébe, abban van belebújva, és nem veszi észre azt, ami a körülötte történik. És pont ebből rengeteg dolog megy el mellettünk. Nem szabad feladni, igenis, mindenkinek törekedni kell arra, mert ettől élünk együtt. Én egyébként a mobiltelefonokra, okostelefonokra azért haragszom, bár nekem is van, és imádom, mert rengeteg információ benne van. Éppen most beszélgettem egy barátnőmmel, hogy a 7-es busz megáll a Morincsikpont költére, mondom, én az fejből nem tudom, de előkaptam a telefont, pak-pak megkereste. Nagyon hasznos, de sajnos az életünknek az értelmét veszi el, mert együtt élünk a Földön, úgy élünk együtt, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. És ha ezt az emberi, a szemkontaktust, az emberi kapcsolatokat, a beszélgetéseket átveszi az, hogy mindenki a saját maga ketyeréjét nyomogatja, akkor megszűnik az emberek közötti kapcsolat. Érti, mire gondolok? Tehát az, hogy mindig azt is tanítom, hogy ha valakivel beszélgetek, akkor nem rakom a mobilomat ki az asztalra, az azt jelenti, hogy te nem vagy fontos, bezzeg a mobilom, az majd fontos lesz. Azt el kell tenni, mert aki ott van nála, nincs fontosabb az életben, mert ő van jelen. Hogy ezt erősíteni kéne, az emberek teljesen átmentek, egy család otthon vacsoraasztalnál ülnek körbe, és mindenki a saját maga ketyeréjét nyomogatja. Tessék el kitiltani, és tessék egymással beszélgetni. És a gyerek, hogy megettem, mehetek számítógépezni? Nem mehet. Tanuljon meg a gyerek beszélgetni. És nem úgy, hogy és akkor én vagy nekem meg, hanem hogy és hogy történt. Tegyen föl kifejtő kérdéseket. Ezt a gyereknek meg kell tanítani. Csak már a szülők is kevesebb gond van vele, hogy játszon az okos telefonjával, aztán nem törődünk vele. Ebbe bele kell fetszolni energiát, hogy a másikat meg kell nyitni. Mert ezért élünk együtt a Földön. Nem tudom, látta-e, vagy hallott-e róla, Prágában van egy söröző, és ott kifejezetten ki kell venni a mobilt, mert különben földől a pohár. Tehát Jaj, de pohár jó. alá tét a telefon, mert a pohár alja így félbe van vágva, és pont akkor a bevágás, hogy a mobilon támaszkodik meg a pohár. De jó. Esélyük sincs elvenni, nézeget, meg kiborul a sör. És ezen én akkorát tudtam nevetni, Nagyon mikor jó. láttam. Én egy olyat láttam, hogy a fiatalok ülnek egy ilyen hosszú asztalnál 8-10, és az asztal végén egy kosárban vannak a mobilok. És aki először fölmeri venni, az fog fizetni. Teljesen jó. Teljesen. Tehát meg kell kezdeni azt a fajta harcot, hogy nagyon-nagyon jót kérnek, hát csak ő szolgáljon engem, és ne én a technológiát. Tehát hogy a harmadik könyvet nem tudom, olvasta-e, hogy amikor átveszi ugye a gép az ember helyét, már is nem az ember irányítja, az a vég. És most itt Igen. kezdődik el ez az egész folyamat, hogy tudnunk kell használni a mobilt, és nem pedig pótlékként használni más emberi kapcsolatok helyett. De ezt nem is tanítják, tehát én úgy gondolom, hogy a informatika órákon, vagy külön szakkörökön ezt meg lehetne tanítani, divatos, szóval ilyen workshopokon, hogy hogyan kezeljük, miként kezeljük a digitális életünket. Hiszen nagyon sokan ugye már azt is kiteszik, hogy átmentek a zebrán,
most egy kis túlzással, de én úgy gondolom, hogy mindennek megvan a maga helye és ideje a technológiával is, de hát számomra egy emberi beszélgetés az sokkal többet ér, vagy egy jó nevetés, vagy egy olyan élmény, amit el lehet raktározni. Tudja, hogy miért írják azt ki, hogy átmentem a zebrán? Mert az embereknek beszélgetésre van igényük. Szeretik, hogyha ővelük foglalkoznak, ha ővelük beszélgetnek, és mivel ez nem történik meg, átmennek a virtuális térben. Hát a pandémia alatt ugye a Facebook is különösen kivirágzott, mert végre valaki válaszolt arra, amit ő oda fölírt. Az emberek elfelejtik, hogy ez nem pótolja az emberi kapcsolatokat. Nagyon segít, nagyon sok depressziót fölold a dolog, de amit maga is mond, hogy személyesen beszélgetni emberekkel, hogy megfogni a kezét, hogy de hogy gondoltad, egyáltalán történjen valami az emberek között, és ne pedig csak ez a gépi áttételen keresztül. Jan, én aránylag sok helyre eljuthattam, és azért mindig vannak olyan pillanatok az ilyen utazások során, amikre azt mondom, hogy ha nem készül róla fotó, ha nincs róla videó, akkor is ott van az emberbe, mert ott az a helyszín, az a látvány, vagy az az illat, az abszolút bele tud ivódni, és ez digitálisan abszolút nincs meg. Tehát ezt semmi nem pótolhatja, hiszen még a monitoron nem tudom megszagolni azt a Igen. jó leső ételt, vagy Maga is azt az a illatokra tájat. vonzó, én is az illatokra vonzódom, tehát hogy ott az, hogy én hogy érzek ott, mit látok egy helyen, vagy milyen benyomást kapok egy helyről, nagyon fontos dolog az illat, a szél mozgása, tehát egy csomó minden, amit valóban nem adnak vissza már a képek. Én azt mondom, hogy azért kép kell, fotó azért kell, mert az az embernek, pláne már idősebb korában visszagondolni, noszalgia, az, hogy jé, hát tényleg ott is, de az emlékeket az semmi nem veszi el tőlünk, és az élménygyűjtése. Most ugye jön a karácsony is, hogy sokan írnak nekem, mert nekem akárki írhat, mert én mindenkinek boldogan válaszolok, ajándék ötletekkel, és mondom, élményt ajándékozni, kinek mennyi pénze van. Legyen az egy mozi jegy, vagy egy 3 napos wellness, vagy egy színház. Tehát élményt ajándékozzon, mert azt nem vesz, az örök életre megmarad. Illetve hát ha tárgyat veszünk, vagy olyasmit, nagyon nagy a valószínűsége, hogy a kukába vagy a doboz mélyén köt ki, mert Igen, nem hogy találjuk el a... jövőre visszakapjuk, mint elfejtő tőlünk Igen. Volt már erre példa ismeretségi körbe, de hát megesik, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Ön készül így az ünnepekre, vagy hogy szokta a adventtől kezdődően a... Hát én már elég régóta kezdem a barátaimnak gyűjteni, hogy kinek mit szeretnék adni, és hogy milyen élményt, vagy milyen. Attól van, akinek egy barátnőmnek egy szép táska lesz, mert ő annak is nagyon tud örülni, mert táskamániás. De az ajándékot az ember ki tudja választani, nagyon kell tudni, hogy kinek adja. Tehát nem olyat kell adni, amit én szeretnék, hanem amit ő szeretne. Itt az ember, a másiknak a megismerése fontos, hogy neki mivel tudok örömet okozni. Az a lényeg az ajándékozásban. Tehát én úgy nagyjából készülök, nagy sütés-főzést nem nagyon csapok, bár az ilyen esztendős ünnepekkor a barátaim, rokonaim, szomszédaim, azok elvárják a süteményeimet, és akkor 2 napig sütök, és akkor süteményes tálakat viszek, bár én magam az édességet nem nagyon szeretem, de ilyen esztendős ünnepekkor mindig van egy pár állandó receptem, amit mindig megsütök ajándékba, és akkor jönnek tálcával viszik el, és akkor az a karácsonyi ajándék. Melyik a legkeresettebb süteménye, amit így kérnek? Hát az az én fajta darásfészek, de olyan, hogy nem csak dió van benne, tehát nem csak a diókrém van benne, hanem asszal, gyümölcsök, mazsola, és úgy tekerem föl, és az tulajdonképpen az olyan lesz, mint egy ilyen nagy 2 tenyérnyi kalács szinten, és tele van ezekkel a mindenféle gyümölcsökkel. A begyes mákos rétesem is nagyon jó piaca van, hát meg a vargabéles. Mert a vargabéles tele van, az is asszal gyümölcsel, mazsolával, az is, úgyhogy azt is szokták szeretni. És karácsonyfa, kis hangulati dekorációt szokott csinálni? Persze, igen, csak én nem, mert ilyen lakótelepi, ilyen panellakásban lakom, itt a fenyőfa ugye meghalna úgy, ahogy van, tehát nem is nagyon férne el, de azt csinálom mindig, hogy fenyőgalyakat veszek,
és egy nagyon szép ólomkristály, régi-régi ólomkristály nagy vázám van, és abban vannak a fenyőgaljak, és a fenyőgaljakra egy minimális, egész kevéskés dísz kerül, tehát nem rakát, nem fenyőfa helyett, hanem csak egy kis aranyzsinór vagy valami, és az a majd a karácsonyi hangulat. Karácsonyfát azt nem szoktam állítani, meg nem is nagyon dekorálom ki a lakásomat. Ennyi elég, meg a nagyszobában, ahol szoktam ugye tévézgetni, vagy minden, oda az asztali díszt azt szoktam vagy csinálni, vagy venni, attól függ. Ahogy itt, Maga hogy készül rá? Hát nálunk ilyen családi karácsonyok vannak, tehát nagymamámmal, keresztapuval együtt szüleimmel karácsonyozunk, és hát nekünk hát szerintem 20 plusz éve van egy műfenyőnk, amely mindig hűséges szolgálatot tesz, mert nem hullik le, és bármeddig fönt lehet hagyni. És nem kell belefaragni a talpát. Hát a különösen többek között meg nem lesz minden tűleveles, tehát azért annak is megvan az előnye. És nálunk hagyomány, hogy majdnem márciusig megvan a fa, mert nem akarjuk lebontani, hisz olyan szépen földíszítjük, hogy most a szétszedni, hát az vétek lenne. És ez a nekem szép, meg van egy... szép kandalló ki is ott van, ami háta mögött van, az is ilyenkor be van kapcsolva, gondolom. Ó, ezt én találtam ki, ez a tévémre van csak rákötve egy videó. Egy igen, de kis... hogy ez karácsonykor is milyen szép. Hogyne, hogyne. Tehát én nagyon szeretem, egy hangulatot ad, és pszichésen még meleget is. Igen, nagyon-nagyon látványos és szép. És nekem van külön egy, hát egy ilyen másfél méteres kisfenyőm, azt mindig földíszítem, és akkor azzal így mindig megvan a protokollja nálunk a fa díszítésnek, mert mi 24-én díszítünk, és mi hofit hallgatunk közbe. Tehát jaj, de aranyos! Nálunk ez így minden évben nem megvan. Nem ezek a karácsonyi dalok, hanem hofi, nagyon így jó. Van, és mindig szentségem, aznap derül ki, hogy nincs szaloncukor kötöző madzag itthon, de addig van vagy 5 méter, tehát ez a... Igen. De akkor nem találjuk, és akkor hát átjön keresztapu, nagymamám is átjön, és akkor hát halászlé, rántott hal, stb. Étkekkel, de mindig van más is, mert azért nem vagyunk akkora halasak, vagy 7 év közben megesszük, hogyha kívánjuk a halat. Tehát. Én a halászét azt mindig kapom ajándékba, egy nagyon-nagyon jó baráti házaspártól, nagyon jól tud főzni ott a férj, és ő hozza a halászlét, és viszi a kocsonyát. Tehát ilyen barterben vagyunk ilyen kajaügyben, mert ugye egy személynek nekem nagyon nehéz elkezdeni, a halászlét nem lehet főzni egy személyre. Tehát azt inkább ő hozza, és akkor én meg azt, amit én főztem, vagy én adok benne, úgyhogy az így meg vagyunk. Meg a szaloncukrot, meg úgy oldom meg a szaloncukrot, hogy mivel ezek a gallyak vannak a vázába, nem akasztom rá, hanem a váza talpánál körbe ilyen sugárba helyezem el a szaloncukrokat, úgyhogy ha bárki jön, akkor oda tud nyúlni, elveszi, és nem látszik, hogy ugye leakasztotta a fáról. Nálunk meg ez úgy van, hogy mi eleve nem esszük úgy a szaloncukrot, de érdekes módon karácsony végére, mire lebontjuk a fát, mindegyik üres. De hogy hogy csináljuk, ezt hát nem ő, tudjuk. Ez jönnek a karácsonyi manók, jönnek éjjel és igen, igen, igen. És mindig a kanapé felőli oldal. Édesapám volt ilyen, hogy csak úgy titokba oda ment, utána visszacsomagolta a papírt. Úgyhogy, hát mi meg el vagyunk kényeztetve, mert itt van egy nagyon jó csárda, Pili Szent Ivánon a Csali csárda, és ők már december elején megkérdetik a halászlevet, meg a rántott halat, meg mindent, és akkor leadjuk a rendelést, és elhozzuk. Nagyon jó. Egyébként ez is a sok háziasszonynak mondanám, hogy annyit szenvednek, napokig főznek, sütnek mindent, hogy sokszor még olcsóbban is megkapná, és hogy elhozza az étteremből. Tehát nem kell belehalni abba, hogy karácsony lesz. Igen, de valahogy be van idegződve a háziasszonyokba, hogy karácsonykor a nattakarítás, a főzés, a 28 féle fogás, az ott kell legyen az asztalon, mert hát igen, mert a magyar embernek az ünnep az, hogy most jó lakunk, jó sokat eszünk. Persze, hogy lehet ezt a specialitást megcsinálni, de a nagyobb, szóval nem volna szabad megszólni valakit, aki étteremből hozatja a kaját. Mert sokszor azt mondják, hogy jó, hát az úriasszony azt hozatja, pedig hát tulajdonképpen az a saját idejét kiméri meg vele, és ugyanúgy szépen föltállalva meg lehet azt is oldani.
Tehát nem kell Illetve csak hát ide amennyi elfoglalni. macera van egy halászlé elkészítésével, hát az egész konyhát takarítani kell Hát utána. ugye meg ugye annak azért az illata átmegy időnként már szagba, valljuk be őszintén, tehát az nem az egész lakásban, az nem igazán maga egy parfüm, de ezt nyugodtan, szóval, embereknek meg kéne érteni azt, hogy élni kell, és nem az, hogy most mit szól a másik, mit szólnak a mások, hanem hogy nekem hogy jobb az életem, és ez nem önzőség, mert ha annak a háziasszonynak, aki napokon keresztül takarított, főzött, szakad a vízrólam, a haja csapzott, már karikás a szeme, az kevesebb örömet tud okozni a családjának, mondjuk akár egy szenteste is. Tehát egymás életét segíteni azzal is, hogy megkönnyíteni, amit csak lehet. Hát pont szentestére fáradnak el, mert ugye mire eljut Így oda, hogy van. megfőzi az összes fogást, addigra hullafáradt lesz, már elnézést a kifejezésért, és utána már alig tudja élvezni a szentesti hangulatot. Hát pedig a család is mennyivel boldogabb lenne, hogyha egy örömteli, mosolygós mama lenne ott, és nem egy ilyen nagyon hajszolt valaki. Szóval mondom, az emberek sokszor még az úgy élnek, legtöbb ember úgy él, hogy majd a másik mit fog szólni, pedig a saját értékrendét kéne szabályozni mindenkinek. Ez az én véleményem. Igen, és nem adni arra, hogy másmit mond. Nyilván, hogy ad az ember, nem lehet ettől elvonatkoztatni, persze, hogy gondolkozunk azon, hogy a másik mit mond, de mérlegelni kell tudni, hogy ez nekem meddig jó. Tehát csak Igen. azért, hogy a másik mit mond, ne szenvedjek és ne zsigereljem ki magam. Abban a 12 évben, amikor dolgozott, mennyire voltak az ünnepek szabadok, vagy mennyire volt így lehetősége megmondani, hogy mikor Hát tartja az ünnepeket? ez olyan volt, hogy a karácsony is. Ugye hát én 87-től voltam benne a miniszternök hivatalnál, tehát még a 80-as az meg utolsó szocialista évek voltak, és én a karácsonyt bizony töltöttem a karácsony szovjet delegációval, ugye náluk a karácsony az nem, akkor, nem is ünnep, meg nem akkorra esik. Úgyhogy volt, hogy december 24-én mentünk le valami gyárlátogatásra, tehát Tisza Újvárosba vagy hova. Tehát nem, karácsony ide, karácsony oda, hogyha a delegáció itt volt, akkor ugye menni kellett. Vagy a másik, amikor egy húsvét nagypénteken, hogy az itt levő szovjet miniszterelnök el akart menni vadászni. És akkor kerestünk olyan vadászatot, ahol egyáltalán van még valaki személyzet, mert ugye mindenki már a húsvétra készült. Tehát ezeket át kellett hidalni, és meg kellett oldani. Mert például egy érdekes dolog, ezt még én senkinek sem meséltem már most az ember. Ugye 90 után, a rendszerváltás után ugye átváltott az egész ideológia is, és a gondnokság vadul ugye törekedve, hogy minden jó legyen, a miniszterelnök asztalára tettek egy adventi koszorút. És én meg elvettem. Ugyanis a miniszterelnök nem csak keresztény vendéget fogad. Tehát ugye mit tudom én, egy más vallási környezetben jövő ember ezt meglátja, lehet, hogy még sértésnek is veszi. Volt olyan irtózatosan nagy baki, ami így el lett követve protokollilag, vagy ami nem úgy sült el, ahogy tervezte? Nézze, protokollos magának erről soha nem fog beszélni, mert nem az a lényeg, hogy volt-e baki, hanem hogy oldom meg. Tehát a megoldása a lényeg. Emlékszem rá, egyszer egy dél-afrikai püspök vendég volt, itt egy pici kis másfél méteres pici fekete bácsi, egy nagy testőrrel, meg egy pici holland apácanővel. És vasárnap, ugye, hát mit csináljunk? Hát városnézés. És én vittem őket, egy mikrobusszal mentük, és Mátyás templom 9:30-kor, és azt mondja a püspök bácsi, hogy itt ő most szeretne egy misét tartani. Hát, protokollos nem mond nemet. Én bementem a sekrestyébe, mondom, lesz, ami lesz. Köszöntem tisztességgel, és hát elmondtam, hogy a püspök bácsi szeretne misézni. És azt kérdezték, hogy angolul vagy latinul. Ott tudtam meg, hogy nem csak, hogy lehet, hanem kell neki misézni stációnként. Tehát én ott nemet mondok, hogy mit képzel, akkor az egész magyarságot járatom, hogy a magyarok nem tudják ezt. Én hanem azzal mentem és segítettem megoldani ezt a problémát. De ilyen rengeteg volt, és én imádtam ezt csinálni, mert ott ugye van olyan ember, aki csak analitikusan elgondolkodik, tudományosan kutatgat, kifejti, az nem menjen protokollosnak, hanem aki azonnal pattan, azonnal megoldja, legalábbis törekszik megoldani, és a fontos, hogy utána azt mondja, hogy ennél jobban senki nem tudta volna megoldani, tehát ez nem
nem erény, hanem így erre születni kell az embernek, hogy milyen alkatú. Analitikus alkatú, vagy inkább megoldó alkatú. Tehát mennyire kreatív valaki. Ez nem előny, vagy nem érdem, hanem egyszerűen az alkat kérdése. Volt-e olyan delegáció, vagy kifejezetten személy, akivel azt mondja, hogy öröm volt találkozni, akire úgy mindig jó esően gondol vissza? Hát nagyon sok ilyen volt, és a legtöbb az ilyen volt, mert én általában mindig úgy állok hozzá, hogy ha csak nem szándékosan gonosz, akkor én már szeretem őt. De volt azért egy pár nagyon kedves, például a Kalkuttai Teréz anya. Nagyon kevesen mondhatják el, hogy testközelből megismerték. 89-ben volt Magyarországon, és Posgai Imre volt akkor az államminiszter, aki őt fogadta. Egy ilyen pici, törékeny, szappanillatú, nagyon-nagyon kedves néni volt. És például az ő habitusa, nem perceket voltunk, csak egy nagyon oda kísértem, meg utána, amikor a megbeszélésnek vége volt, akkor ugye az volt a program, hogy akkor nézzük meg a parlamentet. És az első 20 méternél már mondta, hogy ezt a rengeteg kincset miért nem adjuk el, és miért nem adjuk oda az árát a szegényeknek. És én rájöttem, hogy az ő életében ez teljesen normális és kézenfekvő megoldás. Tehát ő tényleg így élt, és hogy ne irritáljam tovább a ház szépségével, inkább az első adandó alkalommal, az első kapunál kivittem őt a parlamentből. De nagyon sok ilyen volt, mert az emberek általában, ha pozitívan látják a másikon, hogy ők pozitív, akkor ők is az égben. Ha valaki rámosoljog, akkor a másik is sokkal szívélyesebb lesz. Tehát nekem könnyű volt így a vendégekkel bánni, mert én eleve azt akartam, hogy ő itt szeressen itt lenni. Igen, tehát a szíves látás az nagyon sokat nyom szerintem egy ország megítélésében is, hogy pontosan, kivel találkozik az pontosan, ember mert ő azokon elsőként. ítélje meg, akikkel találkozott. Igen. És pontosan a napokban nézegettem egy lombkató videót, és pont ő is azt mondta, hogy baromira meghatározó az, hogy hogyan állnak az emberhez, hogyan vannak kiszolgálva, és egy tolmács nem addig tolmács, amíg dolgozik, hanem még utána is. Hát, ha még hogyne. kell valakivel beszélgetni, hát, ha még kell valakivel ott segíteni. Igen, a tolmács munkája az azért is nehéz, mert mi azt látjuk, hogy ott a tárgyalóasztalnál ül és tolmácsol. De a vendég, amikor onnan kimegy, merre van a mosdó, vagy bármit, azt a tolmástól fogja megkérdezni, mert annak ő érti a nyelvét. És egy tolmácson keresztül fogja eljutni addig, hogy most ezzel akar beszélgetni, egy fogadáson, és ugye vannak százan. Akkor a tolmásnak egy olyan 3 méter távolságból rá kell ragadni a vendégre, mert hát, ha pont olyan van, valakivel fog szobálni, aki nem ismeri a nyelvet. A protokollos munka ugyanilyen volt, hogy rengeteg ilyen fogadás meg rendezvény volt, de én nem örömködtem, hanem néztem, lestem, hogy kineket, hogy valaki egyedül látott, oda mentem hozzá, hogy nézem meg, nagyon szép ma a füstölnyelves, tehát próbáltam mozgatni az embereket, vagy volt egy konferencia, a külföldön élő magyar tudósokat hívta össze, azt hiszem Hornyula miniszterelnökség alatt volt, és itt volt 210-valahány külföldre szakadt magyar, akik egymást sem ismerték, mert ugye honnan is benne, Izraelbe vagy Kanadába összejöttek, és Soros Györgyet hirtelen megláttam a folyosón, nem volt, nem regisztrált, nem tudtuk, hogy ő jön-e vagy nem jön, mert nem is volt téma, tehát nem volt rajta a listán. És látom, hogy jön a folyosón, mondom hát magamnak, hogy hát ez a Soros. Akkor még nem volt ilyen háttérzenéje a Sorosnak, mint most, és úgy leült a társalgóba a kanapéra, olyan nagyon fáradtam. Én meg gyorsan fogtam egy kávét, oda vittem neki, hogy nem iszik egy kávét. Hát az úgy olyan hálás volt, hogy hálás, hogy pont erre gondolt. Na most szerintem ő ezek alapján azt mondja, hogy ez egy remek konferencia volt, mert ez az emlék, ez neki beépült. Igen. És erre szívesen emlékszik vissza. Biztos még sok mindenre szívesen emlékszik velünk kapcsolatban, magyarokkal kapcsolatban, ugye? Csak hát most... Lehet, hogy már nem mindig. Lehet, igen. Ki volt az, aki mellett a legszívesebben dolgozott, hogyha így meg lehet nevezni?
Én tulajdonképpen minden miniszterelnök, mert jól kijöttem, mert én nem velük dolgoztam, tehát nem oda titkárságukon voltam, hanem egész a másik emeleten is, tehát nem éltünk együtt, hogy így mondjam, hanem protokoll rendezvényeken, ceremóniákon, vendégek kapcsán volt úgy, hogy együtt volt az együtt dolgozás, és én mindegyikkel jól kijöttem, hiszen ők tudták, hogy én miért vagyok ott, de emberileg leginkább Antal Józsefet szerettem, mert ő volt az, aki azt a nagyon, nagyon von Haushaus nagyon tudta, hogy mit kell csinálni, és mégis mindig megkérdezte. De mondom, egy német Miklós kimondottan szerettem. Mert ő meg az első ember volt. Ugye a nehéz, ugye a Lázár Grósz, az a merev kommunista beállításosságban. Német Miklós az első, aki egy ilyen nagyon, nagyon intellektuális, hogy mondjam, ilyen polgári személyiség volt. Nagyon, mai napig is egyébként, ha találkozunk, puszi-puszi összeborulunk. De Horn Gyulával nem beszélgettem 4 évig egy szót sem, mert ő tudta külügyes háttere kapcsán, hogy én miért vagyok. Én meg tudtam, hogy nekem mit kell csinálni. Úgyhogy nem is nagyon beszélgettünk, köszöntünk, de nem kellett különösebben beszélgetni, mert tudtuk egymásról, hogy mit csinál a másik. És amikor már a miniszterelnökség, amikor már a választások elvesztése után, ugye ügyvezetőként, ugye még három hétig az előző kormányban, és akkor szólnak nekem, hogy a Horn Gyula hivat. Hát mondtam, mit akarhat tőle, és aranyosan, kedvesen, mosolyogva, hogy drága, ibolja, és üljünk le, és hogy ők el akarnának menni nyaralni a feleségével, mit javaslok, hova menjenek. Én meg majdnem nem bírtam megszólalni, mert 4 év alatt ez nem derült ki, hogy ő azt is tudja, hogy engem hogy hívnak, mert nem ez volt a kapcsolat lényege. De mondom, de mindegyikkel jobban voltam, tehát nekem egyikkel sem volt problémám. Vagy Orbán Viktor is, ugye első 9 hónapot még dolgoztam az első Orbán kormányban. Volt egy olyan esemény, hogy akadémikusokkal találkozik. És bevittem az akadémikusokat a Goblány terembe, és mondtam, hát kis türelmet, miniszterelnök úr mindjárt jön. Hát persze nem mindjárt, mert ő nagyon sokat késett, állandóan késett. És a jó 20 perc után jön, hogy jaj, Ibolya, bocsássam meg, mondom, miniszterelnök úr, nekem ezeken szolgálat, vagy bentessék mondani a tudósoknak. De nekem, mondom, nem volt problémám, Antal Józsefet emberileg őt szerettem a legjobban. Szokott így szakmai konferenciákra még járni, hogy megnézze, hogy hol tart most a protokoll, vagy milyen újdonságok vannak? Nem, ilyenekre nem szoktam eljárni, nem is nagyon van érkezésem, meg valahogy úgy érzem, hogy nem szabad ezt a szakmát túltupírozni, tehát ez nem szabad szofisztikáltan, nagy bölcs szavakkal ezt ábrázolni, mert ez nem, ez egy kézműves szakma, ezt csinálni kell, és nem pedig beszélni róla. Viszont igen, amit élvezek, az én előadásom, tehát a viselkedés kultúrára, a protokollra rengetegen kíváncsiak, és nagyon-nagyon sokszor, tehát én magam érzem úgy, hogy én egy ilyen felkent papnő szerepben terjesztem a tant. De szerintem valahol meg szükség is van rá, hogy edukáljunk, hogy tanítsuk legalább azokat, akiket érdekel, hogy hogyan viselkedjünk, mit illik, mit nem illik, hiszen mai napig azért, ha megnézi, színházban az emberek nem tudják, hogy most előről menjek a sorok között, vagy hátulról, vagy oldalazva, vagy... Ez aranyos, Gergely, mert ezt hetente kérdezik meg tőlem. De komolyan mondom. Pedig annyira logikus, hát ha a fenekemet nyomodom az orruk alá, akkor a fenekemmel belepréselem őket a székbe. Tehát szembe kell menni, mert akkor ő tudja mozdítani úgy a lábát, hogy én ott elférjek. Vagyis legtöbbször olyankor még föl is áll. Tehát ez megint a logika kérdése. De egyébként ezt is kérdezik, hogy el szoktam mondani, hogy sok minden, egy kézfogás, hogy megyek be valahova, hogy kell köszönni, kit lehet tegezni, kit nem lehet tegezni. És azért vagyok nagyon-nagyon boldog és elégedett, mert hetente minimum 3 előadásom biztos, hogy van. És az egész országot, most például Sümegen voltam, de voltam Zalaegerszeg, mindenfelé járom az országot, és nagyon sokfajta emberek, sokfajták az emberek, akik oda eljönnek. És örülök annak, hogy kíváncsiak rá. A korosztályban milyen a megoszlása így a hallgatóságnak? Tehát mennyire vesz észre, hogy vegyes, vagy inkább
A fiatalok mennek, így a Inkább az idősebbek jönnek, mert idősebbek? hogyha mondjuk, hogyha olyan szervezés van, hogy mit tudom, egy könyvtár szervez a lakosságnak, ilyen nyilvánosat, akkor általában az idősebbek érnek rá eljönni. Tehát főleg ők vannak. De mondjuk most például Sümegen rengeteg fiatal is volt, vagy volt egy 20 fős csoport, egy gimnáziumból például, minek beültek. Nagyon változó és nagyon vegyes, de leginkább Szegeden, ahol nagyon, ott nagyon, nagyon szeretnek engem, ott van, hogy 5-600 ember is beül. És akkor az tényleg a 14 évestől a 70 évesig. Gondolom, hogy rengeteg töltést adnak érzelmileg is, így az előadások, illetve hát élményt, hogy az emberek szemébe látja a idézőjeles csillogást. Én mindig azt mondom, hogy Hát ez milyen jól eltalálta, imádok magával beszélgetni. Ugyanis ez tényleg így van, hogy állok ott a színpadon, hogy a végén a taps, meg minden, és akkor mondják nekem, hogy hát Ivo, hát ebben a korban hogy bírod te ezt már, hogy ezt így csinálod, és mondom, ha tudnátok, az ember áll is a szemekből, a szeretet, meg az energia csak úgy sugárzik. Egy előadás után én úgy föltöltődök, és ez, aki nem, aki ezt szakmailag nem csinálta, az nem is sejti, hogy ez nem csak szöveg, hanem ez tényleg így van. Hogy az, ilyen az ember utána. én ezt a divat bemutatókon keresztül tanultam meg, illetve tapasztaltam meg, hiszen most szerencse, vagy sors, vagy nem tudom mi, hogy ugye a Hilton Budapest szálloda mögé állt két divat bemutatónak, és adta a helyszínt. Egyszer a Kerengőbe voltunk, egyszer meg a Bálterembe, és tényleg azt látni, hogy ugye a fogyatékosság, illetve ennek az ügye azért még eléggé tabu Magyarországon, és nem nagyon foglalkozunk vele, de hogy ezzel is az embereknek örömet lehet szerezni, pusztán avval, hogy kimegyünk és megmutatjuk azt, hogy hogyan is lehet csinálni a mindennapokat, vagy hogy mi is ugyanúgy végigvonulunk a kifutón, gyönyörű ruhákba, smink, haj bedobva, tehát abszolút készülünk rá, és szórakoztatunk jó értelemben. Én csak a tévén keresztül láttam, de még így is átmelegedett a lelkem. Valahogy egy olyan jó érzést ad az embernek, hogy milyen szépek, és hogy nem adják fel, és igenis, hogy csinálják. Ez az ember lelkét átmelegíti, és azért a szeretet, gondolom, hogy maga ott érzett, hogy az emberek ezt szeretik, mert valami nagyon olyan, nagyon melegséget ad a többieknek. És nagyon hosszú időre élményt is, Hát. amiből lehet töltekezni. Tehát azok ott például kellenek a fotók, amiket ugye föl tudunk lapozni, hogy milyen volt maga az esemény, meg kik vettek részt velünk, amikre ma is azt mondom, hogy csoda, hogy egy Farkas Bertalan vagy egy Müller Péter Szijjártó így az ügy mellé áll. De a lányokon is azt veszem észre, hogy nekik ez egy olyan életre szóló élmény, amit már nem vehet el tőlük senki se. Nagyon És helyes, mai és napig kicseregnek róla. sok ilyen kell még, tessék szíves legyen tovább csak csinálni, és sok ilyen kell még. Nem tőlem függ, most itt a pandémia is ugye bekavart nekünk, de én azt mondom, hogy évente egy rendezvényünk volt, kétszer, 17-ben és 18-ban, de azzal sikerült sokak álmát valóra váltani. Nagyon jó, nagyon örülök neki. Ez a pandémia valóban az embereket ugye kényszerítette, hogy zárkódjanak be, de aminek örülök, hogy a könyveimet, hogy ugyanúgy olvassák a könyveimet, mint előtte. Tehát talán a pandémia még jobban a könyvek felé lökte az embereket, mert szerencsére, hogy nagyon jók kelnek a könyveim. Nem én adom ki, hanem az Athénaum kiadóra, ők mondták, hogy szerencsére, hogy azért megy a könyv. Mindegyik könyvem jól kell. Igen, meg az embernek szüksége van ismeretanyagra, szüksége van az újdonságokra, hiszen most nem tudunk elmenni úgy színházba, koncertre, vagyis most még lehet, de tavaly ugye ilyenkor már nem lehetett elmenni sehova, de aki akart, az tudott találkozni bárkivel. És ami nagyon érdekes, hogy a pandémia azt is megmutatja, hogy ki az, aki mellettünk marad, és ki az, aki teljesen háttérbe húzódott, és hű, hát akkor ne is találkozzunk meg. Van olyan ember, akivel pandémia óta nem találkoztunk, tehát másfél éve.
Hát igen, a szükségben jön rá az ember, hogy mondják, hogy nyomás alatt nő a pálma, a szükségben jön rá az ember, hogy tényleg ki az, aki mellette van és nincs. Mert a sikerben Igen. könnyű mellé állni, de amikor erőfeszítéseket követel, akkor már valóban csak az igaziak maradnak meg. De ne is bánkódjon, mert azokkal nem kell törődni, akik nem, akik ilyenek. Jó, én egyáltalán nem. Én eljutottam arra a pontra, hogy inkább kevesebb ember legyen körülöttem, de azok minőségi kapcsolatok legyenek. Pontosan. Én is ezt Akik tartom. keresnek engem, akik érdeklődnek felőlem, mert az egyoldalú kapcsolatok azok nem kapcsolatok, csak fogóckodó, vagy nem tudom, minek Meg nevezni. megalázó a megalázó is. A csak egy Részben igen. Igen. És nagyon kevés az embernek a barát. Tehát ismerőse lehet nagyon sok, lehet nagyon sok emberrel kapcsolata, de barát az kevés van. Hát az már egy minőségi váltás. Egyébként, ahogy már beszélgettünk ugye a Facebookról, ott nekem van egy ilyen pár száz fős kis, úgy mondjam, családom, mert több ezer ismerősöm van, de van egy ilyen kemény mag, és reggelenként mindig beköszönünk, mivel, kivel mi történt. Egy nagyon aranyos, komolyan mondom, hogy baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Valahogy törődünk egymással, és hiába, hogy személyesen soha nem találkoztunk, de pontosan az informatika, a technológia adta lehetőséget kihasználva, egy nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki. Tehát az, hogy nem azt mondom, hogy velem mi történt, hanem veled mi történt. Tehát amikor egymásra figyelünk. És ezt én nagyon örülök, hogy ez itt szépen kialakult, mert ezek az emberek biztos, hogy boldogok annak, hogy reggel be tudnak lépni ebbe a kis beszélgetésbe. Éppen múltkor volt egy személyes idézőjeles élményem, hogy ugye több kis csoportom van így a Facebookon, és az egyiknél tudták, hogy velem mi történt most az augusztustól mostanáig, és beírtam, hogy gyerekek, tudjátok, hogy mi van, és október 12-e óta senki nem kérdezi meg, hogy mi újság. És ez olyan ízé volt, és akkor hát igen, igen. De mondom, én nem hiszem, hogy mindenki hajtja a saját életét, és csináljuk, és ugye belekerülünk a mókus kerékbe, de azért nem menjünk el egymás mellett. Hát bizony, ne. Hát azért, amit erről beszélünk most már majd egy órája, hogy egymással törődni, együtt élni, az a viselkedés igen. kultúra. Ezt kell sokaknak megtanítani. Igen. Kedves Ibolya, nem is szeretném nagyon húzni az ön idejét. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, és tényleg egy élmény volt önnel beszélgetni, és jó látni, hogy élvezi az életet. Ez csodálatos, és szerintem, hogyha más nem szűr le egyebet ebből a beszélgetésből, már ez megérte, hogy adtunk egy kis pozitív energiát a hallgatóságnak, meg a nézőknek. Ma pihen, vagy lesz még valami programja? Nem, én most nagyon szépen köszönöm, hát most egy pár óra hosszán még az én ez a beszélgetésen én vissza fogok gondolni, mert nagyon-nagyon élveztem én is, úgyhogy köszönöm szépen. Ma már csak nyugdíjas leszek, tehát ma már csak megebédelek, aztán kicsit alszom, olvasgatok, tehát ma nyugdíjas napom van. És nagyon szépen köszönöm magának, hogy engem megkeresett. Én köszönöm, hogy elfogadta. És át fogom küldeni önnek a beszélgetés felvételét, ahol esetleg vissza is tudja nézni, hogyha gondolja. Neki köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok önnek, Ibolya. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, mi? Minden. Minden jót.